Szóval, itt hagytuk abba a Kélitben. Annyi történt, hogy streamen kívül egy picit megnéztem egy-két dolgot. Alapvetően bossokat nem győztem le, tehát boss fight nem volt nyilván, mert miért boss fightolnék, de összeszedtem pár itemet, ami fejlesztés, tehát főleg a flaskhoz, csak mert az elég unalmas így streambe, hogy azért elszaladok. Úgyhogy itt, ami területünk van felfedezve, ott minden flask fejlesztés az megvan. Illetve szedtem össze pár fejlesztőkövet, úgyhogy a kard és a staffok, hát nem mindegyik staff, de ami olyan, az mind maxos ahhoz képest, ahol vagyunk. Tehát ugye itt van a Moonlight Gates for this plusz 9, hát ez még egy kell, de az majd később lesz. A Staff of Frost 17-es, szerintem ez majd kell 6-os vagy 7-es fejlesztők, már nem is tudom, ez is később. Meteorite Staffot nem lehet fejleszteni, és itt van, ugye betettem a Lusat Staffot, és ezen is húztam. Igazából plusz 9-es, ez is elég jó most már, bár rohadt sokat fogyaszt FP-ből, de elég jó. Úgyhogy, na mindegy, a lényeg, hogy ez is plusz 9-es, itt is csak egy szintet lehet fejleszteni, mert ugye ez is Somber Smithing Stone kell. Na, úgyhogy akkor ennyi történt streamen kívül, meg felvettem ezt, aminek semmi értelme nincs, de jól néz ki, Marikán. Na, úgyhogy akkor ennyi történt. Köszönöm a Csír Cserit, Adri, hogy vagyok, milyen volt a hetem. Köszönöm, jól vagyok. A hetem az hosszú volt, maradjunk annyiba. Most elég sok írással kapcsolatos tendő van. Most sokat kell írnom. Úgyhogy amiatt az agykapacitás az töredéke annak, ami lenni szokott általában. Már legalábbis így estére, de mindegy, egyébként jó volt a hét. Na, ha menjünk, nézzünk meg pár boss-t. Legyen az első, ez az Abandoned Cave. Ezt is keresgéltük múltkor, nem találtam streamen kívül, pedig felvettem itt a Grace-t, mert úgy gondoltam, hogy így egyszerűbb. Na, nézzük akkor, hogy miből élünk. Így, ez Scarlet Rot. Hát, rotolódunk így is, mindegy, menjünk. Oh, shit. Az a baj, hogy se futni nem tudok, se semmit. Semmi baj. Talán még, ja igen, még annyit csináltam, hogy pár boss volt, így megdupláztam és elfogyasztottam. Közben megnéztem, hogy vannak ezek a bosszolók. Nem erre kéne jönni? Egyszerűen nem, valami nagyon furcsa. Na jó, itt beüt a Scarlet Rot, oké. Lehet, hogy nem arra kéne menni. Na mindegy, szóval megdupláztam pár bosszolt. És így tudtam szintet lépni. Sokat nem. De valamennyit tudtam. Oh, shit. Remek ez a hely. Köszönöm, Zserit Adri. Úgy lesz.
Felvettük ezt a bót, amit az égvágban semmi nem fogunk használni. Hát, ha valahol kinyílna egy titkos fal. Azaz, igen. Így meg fogunk halni. Adjatok fel békét. Jó. Meg fogunk halni. Ezt nem tudom miért csináltam, de nem baj. Jó. Meghalunk. Mi ez a hely? Csinálni. Az a baj, hogy sehogy se jó. Fussál már! Te miért nem fut? Ó, egy fasz kapok. Oké. Jó. Oké. Ó, basz. Rossz feljött. Az mibe halt bele? Semmi baj. Lehet, hogy nem is erre kell jönni. Ó, oh, de ez, hogy nem fut. Jövünk, mint a távirat. Na, és akkor itt kéne taktikusan. Ah, sejtett, hogy nem érdekel a item különösebben. Ah, szépen. Mindon kell fejleszteni sokat. Nagyon kevés az FP-nk.
ezeket nem tudom minek ölöm meg. Whatever. Jó. Itt nincs semmi fönt. Na jó, lehet, hogy mégis van. Sajt Adri, ez ilyen... Mi is ez? Ez a... OCD? Ez a Obsessive Compulsive Disorder, hogy... Oh, hello. Kettő van. Kettő volt. Hát persze valami speciális eset, nyilván. De most miért rothattam be? Ilyet. Nem baj, visszamegyünk. Na, Clean Rot Knight, Clean Rot Knight Dead. Leülünk. IRL nem érvényes. Hát, na jó. Nem azt mondtam, hogy OCD-d van, félre ne érts. Csak hogy... Igen, van ez a... Ilyen, nem is tudom, hogy... Mindennek olyan szimmetrikusnak kell lenni, meg ilyen... Na mindegy. Jó, menjünk tovább. Kéne nekem egy olyan... Hogy Celia Hideaway. Ez. Szóval a lényeg, hogy az OCD-nek nem tesz jót, hogy ott hagyom az itemet, akkor ezentúl felveszem. Bár az égvilágon semmi értelme nincs, de felvesszük. Józsi bácsi is, akit ücsörgött. Emlékszem. Kihortuk lábon. De azért nem esett jól, meg kell, hogy mondjam. Ott egy csigusz. Az nem tudom mi. Meghalt. Igen, mintha valahol lefele kéne ugrálni. Csak már nem emlékszem, hogy hogy. Oh. Én is tudok.
Szerintem nem erre kell jönni. Ha, ott volt egy... Seal. Glintstone scrap? Hát szerintem crafting material. Ha engem kérdezel, bár... Pff, soha nem használtam. Itt van egy marika, ami egy árulkodó jellet bizonyos dolgokra. Bizonyos helyeken ez... Tehát az óbudai álmocskönyvek szerint ez nem jó jel. De meglátjuk. Ó, ajá, ó. Erre emlékszem. Na jó, csigák ellen nem akarom nagyon fogyasztani a... FP-t. Főleg, hogy vánsatolom őket a karddal. Ha szeretem a Hugo Boss parfümöket, akkor Marika szerencsét hoz. Egy darabig használtam parfümöt. Meg életem során, ott a foggét. Amíg fiatal voltam. Ilyen Camu Dolce & Gabbana parfümöt, mert csak arra volt pénz. Mondjuk az egész jó volt. Hasonlított az igazira. De már egy ideje nem. Ó. Följött a kard. Hűha! Meghalunk! 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 Én Old Spice-ot használok, de azt mondjuk már... Hát tényleg szó szerint gyerekkorom óta. Tudom, ez ilyen boomer, meg ilyen old school, meg ilyen elmaradott dolog, de hát ez van. Ez nagyon szomorú, hogy most meghaltunk. Nem lennének nehezek ezek a kristályos Józsefek, csak hárman vannak, én meg egyen, ahogy a klasszikus mondaná. Um.
Ez a mind közül a legelesítőbb. Nem vettem észre. Hát amiért kapok, egyre kevesebb helyen lehet kapni. Nem tudom miért. Szóval random, hogy miért veszek. Mostanában az új illatok annyira már nem tetszenek. Némelyik olyan, mint valami WC illatosító lenne. De ez van. Szóval amikor miért veszek? Amiért éppen kapok. Másikkal kéne vacakolni. Kaptuk ezt a Crystal Torrent varázslást, hát megnézzük majd bár. Jó, mehetünk. Jó, megyünk tovább. Itt van valahol egy Death Ride Bird. Nem tudok beszélni. Na, szóval azt kéne most megnézni. Igen, ja, hát a reklám, igen, az elég jó. Sohat rögtem rajta. Főleg a Terry Crews-os Old Spice reklámokon. Na, várjatok, mert ez éjszaka van.
nem támog részt. Oh, hétvége vibes van. Na lássuk. Ez azért meggyűlt a bajunk, amikor legutóbb voltunk itt, de az vagy 20 szinttel ezelőtt volt. És nem volt kardunk. Ott is van. Meghalt. Ez a kard, ez... ez undorító, azt kell, hogy mondjam. Death Poker, a halál piszkavasa? Vagy böködő... Hol van? Greatsword azt mondja. Póker. Bökő. Na mindegy, de nem a Terry Crews-os reklámok miatt használok Old Spice-t. Ez biztos. Mert már azelőtt használtam, hogy voltak Terry Crews-os reklámok. Jó. Na, elvileg van még valahol egy ilyen madárka. De lehet, hogy rosszul tudom. Ja, lehet, hogy nincs. Na mindegy, mi legyen a következő. Fort Gael. Nem. Pillanat, csak nézem a kis guide-unkat. Meg elerett az eső. Jó. Szerintem el kéne jönnünk ide a Coliseumhoz. Csak oda innen tudunk, ha emlékezetem nem csal menni. Lent a völgybe, vagy hágó, vagy mi az? Vagy. Sejtad, hogy délután túráztam. Ó, várjatok. Tudunk-e szintet lépni, de hát... Fuck! Nem akartalak bántani. De foglak. Ö...
Merre voltam? A Virginia Water Lake. Itt van tőlünk nem messze. És azt sétáltam körbe. 15 kili. Már így ajtótól ajtóig. Nem, nem segített, nem, nem egyedül. Jó. Na és akkor elvileg itt kéne, hogy legyen egy summon sign, egy piros. Elvileg. De ha nincs, most már van. Na. Ez a bunkós botos. Oké, hát őszintén szóval nem emlékszem. Megpróbáljuk először a varázslót. Ez nem a varázsló. De, a varázsló. Oké. Ő meghalt. Kardos gyerek lesz. Hüha. Ő is meghalt. Na, lássuk a nagy boinkost. Ő is meghalt. Hát akkor... Na, és akkor úgy nézünk ki, hogy Kaelid-be van még a Blackblade Kindred itt fönt. Hát, őt megpróbálhatjuk, de szerintem nem. Mert az egy nagyon erős dolog. Illetve
van Guránk, ő, őt majd később, mert ő is nagyon erős. Illetve van a Night Cavalry a Lenny's Rise-nál, ő is nagyon erős, mondjuk őre ránézhetünk, hátha. Meg van egy Putrid Tree Spirit a Warded Catacombs-ba, az a Warded Catacombs meg rohadt nehéz. Úgyhogy... azt hiszem, hogy nem ezt akartam. Na mindegy. Na, úgy kezdjük, hogy megkínáljuk egy kis met. Ezek mint egy hülye. Nyomom össze-vissza. Amúgy amellett, hogy ő neki sok HP-ja van, mi alapvetően eléggé papírból vagyunk, tehát nagyon gyengék vagyunk, és még egyszer megpróbáljuk, de most nem megy. Most megpróbálok nem össze-vissza nyomkodni mindent. Megyünk tovább. Warded Catacombs. Nézzük meg azt. Fel kéne venni a szól. Nézzük meg a Warded Catacombs-t. Szerintem az is esélytelen, de... mindegy, hátha. A papír arra alkalmas, hogy becsomagolja a követ. Alapvetően még nyerhetnénk is valóban. A legnagyobb bajom egyébként ezzel a helyjel az, hogy nem tudom merre van a boss room. Tehát lehet nem is erre kell jönni. Nem tudom, miért erőltetem ezt, de még egyszer megpróbáljuk. Igen, erre emlékszem, hogy ez tényleg egy nehéz dungeon. Sokan is vannak, kemények is, mint a kád széle. És nem megy el addig, hát mi a... Na jó, megyünk tovább. Bullshit. Jó, legyünk le a föld alá. Mert le akarok menni a föld alá. Ott van egy pár dolog, amit...
Csak ki kell innen menni. Amit ott hagytunk. Ilyen olyan okból. Na. Hol is kezdjük? Szerintem a Lake of Rotnál kéne. Talán itt. Itt is van egy Putrid Tree Spirit. Amit le kéne nyomni. Még pedig... Jó. Len nincsen, ugye? Nincs. Itt elvég csak le kell ugrálni. Csak óvatosan persze. FP-ing nagyon kevés. Továbbra is. Na. És akkor ide kéne befutni. Figyelni kéne a HP-ra. Azt hiszem, hogy tudni kell betenni olyat, ami ilyen immunity-t növel. Kicsit lassabban menjen föl a... Na, értitek. De... Mindegyik az inten növel. Ami most bent van, meg az FP-n. Itt Adri, az már vagy... Hát, vagy két hete. A vonat kürt. Igen, a Londonba beköszöntött a nyár, úgyhogy nyitva van az ablak. Szóval, ha behaladszik egy-két furcsaság, akkor ne lepődjetek meg.
vagy fast kapok, komolyan mondom. És nincs semmink, amivel le tudnánk venni. Meg sincs a recept hozzá. Mi lenne reg? De mi van, hogyha... Nem. Menjetek! Mennyi? Na. És a triggeleri. Hát, ez így gyakori, mint gondolnál, de még. Tehát... Itt az ember jön, megy és... Hát megcsapja néha. Nem tudom... Ez az, hogy a Scarlett-ról dől meg. Én meg hülye vagyok, mert nem figyelek. Megoldjuk. Csak oda kéne figyelni. Fókusz. Na gyerünk. Nem segít Adri soha. És ez valószínű így is fog maradni. Semmi ilyesmit nem próbáltam. Különösebben nem is akarom meg, nem is érdekel. Jó fura módját választom én is a farmolásnak, mi?
Sehogy se tudok. És elő se jön, de én nem... Jó. Oké. Na. Úgy döntöttem, hogy megyünk tovább. Ugyanis valahol itt kéne, hogy legyen egy Dragonkin Soldier. Azt elvileg platformról is meg lehet játszani. Mondjuk, ha már itt vagyunk, lemegyünk meg a szolgokért. Legalább az legyen meg. Tudom, sejtedre láttam már milliószor ilyet. Nyilván én nem éltem át, tehát nem tudom milyen. De láttam sok mindenkit, aki ilyen. De mondom, ez a fajta fogyasztás nem különösebben érdekel. Nyilván van orvosi alkalmazása, az más tészta. Azt értem. De élvezeti cikként nem különösebben érdekel. Azt nem tudom, hogy ehhez a enemyhez merről érdemesebb benni. Lehet, hogy inkább innen. Itt most szaladni fogunk sokat. Picit át is állítom a flaszkokat. Próbálom nézni, hogy merre lehet. Ugye itt is lesz majd egy ilyen platform, ami felemelkedik. Próbálunk oda föl szaladni, és akkor onnan szétnézni. Rosszba ittam bele. Nem fagyos lett a hangulat. Aha, szerintem ott lesz a... Ott lesz a platform... A platformhoz a gomb. Hát persze, Sherit Adri, értem én, hogy miért mondod. Na, és itt van egy Marika. Szóval akkor sincs baj, ha meghalunk. Persze az a cél, hogy ne halljunk meg. Aha, és ott van, látjátok? Semmi baj.
úristen, very big. De mondom, nem vészes. Főleg itt, hogy itt vagyunk. Tehát nem kell beszaladni, de... Nem hagyott hílelni. Mi hagytam magam megütni, mondhatnátok. Nem hílelni kellett volna, hanem ütni. Az a helyzet. Jó, semmi baj. Legalább látjuk a movesetet, na. Tehát abból mindenképp jó. Hello, nevermind, F. Utálom a Lake of Rotot. Jó estét neked is. A Lake of Rot senkit nem szeret. Az a helyzet. Nem baj. Fókusz. Oké. Nem akarom. Amara kell dodzsolni.
Így is jó amúgy. Én se értem, nevermind, látod? Nem is értem. Na mindegy, megvan, az a lényeg. Úgyhogy akkor van-e még valami a Lake of Rodba? Ez a rohadékhoz majd visszajövünk még itt a putrid, tehát a bűzös Tree Spirithez. Hogyha lesz nálunk ilyen bogyó, ami leveszi a rotot, mert szerintem ez az érdemes. Úgyhogy szerintem elugrunk a Deep Root Depths-be. Mert ott szerintem arra kéne menni. Ahhoz pedig, ha jól emlékszem, megint csak egy koporsóba kéne befeküdni, ami azt hiszem itt van. De még mielőtt megyünk, megnéznék valamit, mintha vettünk volna fel fejlesztőkövet. Úgyhogy tudunk-e... Abba a koporsóban már voltunk, nevermind. Beszélgettünk Astellel. Beleegyezett abba, hogy nem háborgatja többet a arra járókat. Ja, fölvettünk egyet, úgyhogy már csak öt kell. Ez remek. Jó. Semmi baj. Na. Mondom, a questeket megtoltam off-stream, mert az nem igazán része a végjátszásnak. Elvileg a fia questtel is elég jól állunk, bár nem tudom, hogy azt most tudjuk-e majd csinálni. Ugye itt a Deep Root Depths-be lehetne azt is. Szerintem igen, de majd meglátjuk. De egyébként az összes többi quest a helyzetünkhöz képest meg van csinálva. De megtanulok hamarosan magyarul, ne aggódjatok. Szóval foglalkoztam ezekkel off-stream, úgyhogy elvileg sinem van minden. Hát aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. De szerintem jók vagyunk. És szerintem a fia questet is lehetne emlékeim szerint itt folytatni. Meg szerintem be is lehetne fejezni. De az egy másik kérdés, mert meg még lehet, hogy gyengék vagyunk. Az a baj, hogy a HP-nk és a mindunk, tehát az FP az elég alacsony. Észnékül adtam az intre. Mondjuk nem kell HP, ha nem ütnek meg. Na, viszont most tudunk szintet lépni. Jó, Strength Dex nem kell, Endurance nem kell. Tudom, újraosztatjuk, de egyelőre nem akarok hozzányúlni, mert igazából ezek nehéz bosszok és még megyünk úgy is Altus Platóra, ott lesz egy kit könnyebb szerintem. Persze majd meglátjuk. Meg ott van még a Mondgelmir, meg ja, Volcano Manor. Tehát szerintem jók vagyunk, csak ezek a bosszok nehezek. De én Mindra az biztos, hogy adok, mert az kevés. Úgyhogy szerintem a Mindot most föltoljuk 30-ig. Az lesz a kövi.
Jaj, hogy én ezt a területet is hogy szeretem. Flask. A flask nem jól áll. Ja, meg ezt vissza akartam tenni. Nem ezt. Elnézést. Hanem ezt. Köszönöm. Igen, a vigorra is adunk majd. Persze. Hűha! Pedig kiadta volna. Bent a Frost és halott. Edőt, mint a rohatnád. Jó. Végre valami, ami sikerült. Minor R3 pipa. Jó. Oké, még lesz egy remek Crucible Knight. Lesz ugye a 46. Az mindenképp kell. De az ugye a fia questline, lesz ugye a fia champions, ugye az invaderek. És úgy kb. Ennyi. Ennyi? Ja, ennyi. Na. Tudnám merre kell menni. Biztos nem erre, de... Itt a faágakon kell ugrálni, ha... Hát igen, Shady Tadri, ez egy jó... jó hasonlat. Hát néha itt, igen, itt le kell hajolni a... szappanér. Hoppá! Fogadjunk, hogy ez valami Smithing Stone 6. Mondjuk az pont kell. Úgyhogy akkor ezt tényleg lehet gyűjtögetni kéne. Csak fel kéne venni az itemeket. Igen, segítadni, csak most itt a Lake of Rot felidegesített. Megmondom őszintén egy kicsit. Már ugye a... Tehát felidegesített alatt értsd, hogy az én relációmba. Tehát még csak a tenyerem se izzadt meg, de illene jobban haladni. Arra kéne menni, ugye? Nem, át kéne ott menni. Hát, a fene sem emlékszik. Ja nem, itt. Hát már mint itt is lehet jönni. Jó, itt lehet farmolni, ami nem baj. Thank you.
Jó, semmi baj. Jó kis easy farm. És itt van ez a csomó... Csomó Numenz rune. Meg rengeteg soul. Még a enyhe rovarfóbiámnak ez annyira nem tesz jót, de... baj legyen. Hát csak elég lesz a flask. Na jó, váltanunk kell. Túl sok FP-t teszik a Night Comet. Hát Lucid Stuff van. Az nem tudom, hogy mennyi buffot ad, megmondom őszintén a Night Cometre. Néha használom ezt is, azt is. Kaptunk vissza flaszkot. Ez mindenképp jó. És egy legendary item, ami nem emlékszem, hogy micsoda. Mindjárt kiderül. Egy incantation. Remek. Oh! Az optimális a Night Comethez, ha offhand loss és a Lusattal kasztolod. De az offhand az... Tehát az, hogy a másik kezembe van, ugye? Vagy elég... vagy nem kell, hogy a kezembe legyen. Tehát simán így. És akkor ezzel kasztolom és csak itt van. Kezemben kell lennie. Jó, oké, világos. Igen, mert akkor van akkor érvényes a buff, ha a kezembe van. Hol van? Tehát így. Világos. Jó, akkor bejártuk ezt a barlangot. Én amondó vagyok, hogy szerintem én visszajövök ide.
Fordítva? Hát hát így is tudok a luszattal kasztolni. Csak az L1-jel, nem az R1-jel. Na, nagyon jó. Jó lenne tudni, hogy a Numenz rune mennyit ad. Fejből nem tudom. Mindegy. Majd ha legközelebb szintet lépünk, akkor... akkor megnézzük. Na, most akkor szerintem át kéne menni a túloldalra. 12.500-at ad a Numenz rune. Aha, ha van nálunk 5, akkor az még egy szint lépés, magyarul. Az király. Jó, ott lehet átmenni a másik oldalra. Jep, így van. Így van? Így van. Csak annyira emlékeztem ebből a, ebből a területből, hogy elég nagy szívás. Mit akarok most? Azt mondja, hogy... ó, még a mapot föl se vettük, bassz. Fenejtje meg. Itt hol a map? Ez később lesz meg. Ott van valami. Csak erre nem lehet fölmenni, mi? Itt van. Smithing Stone 4. Ha jól emlékszem, van valahol egy borsodi szitu. Ah, ez van, igen. Jókat sebez még ez a kis Glintstone Arc is. Nyilván ez akkor hasznos, hogyha tényleg sokan vannak körülöttünk. Na gyere! Összeszedjük a itemeket, hogy ne zavarjuk Sejtadri OCD-jét. És megyünk tovább. Ja igen, tudom már, a kis vizes falu. Igen, itt van egy... ó, tudom, tudom, tudom.
Csókolom, nyanya. Szar a migrén, mi? Have died a true death. As the first of the demigods to die. As a martyr to destined death. But why must it yet bring such disgrace? A scion of the golden bough, sentenced to live in death. How could such a thing come? Oh. Hát, ez van. Jó, na akkor menjünk be ebbe a vizes faluba. Kit keresünk mi? Ugye Crucible Knight, meg fia. Tehát oda ahhoz a boss arénához kéne eljutni. Hagyjad, hagyd abba! Bal hátul a fába. Ó, tudom, már arra is emlékszem. Jó. És az meg a map lesz szerintem. Király. Király, király, király. Jó, akkor nekünk itt a vizes faluban... Hát, nem tudom, hogy item van-e bármi. Ami kellhet. Ezt tudom, hogy itt elég jó körbe lehet járni. Meg rengeteg béka van. Még itt, igen, valami fára is föl kell. Csak mondani kellett a békákat. Ó, oh, egy rész, az mindig jó jön. Csengőtökű, de most szerintem, nem, most nincs nálunk bosszol, amit meg tudnánk duplázni, ugye ezt megdupláztuk, pontosabban én offstream. Azt igen. Optimista voltam. De csak a templom toronyra lehet felugrani. Ahol meg... Csak ilyen gazak voltak. Jó. Lesz, never mind, de valószínű csak a Hellblade 2 után. Ugye a Hellblade 2 jön azt hiszem 21-én. Közben nézem, hogy... Hogy hol a... Hol a fenébe vagyunk.
Szóval a Hellblade 2 jön 21-én, az végig kéne játszani, szerintem nem lesz olyan nagyon hosszú az a játék. Ott a Kruszi. Ja. Szóval... azt megpróbálom végigjátszani... hát, ha nem is egy szúszra, mert azért annál szerintem hosszabb lesz, meg nehezebb. De... igen, megpróbálom végigjátszani. Egy 2-3 streambe mondjuk. És akkor utána pörög a Stellar Blade. Nem hagynak békén. Aha. Na. Taktikázunk. Csak azt akarom, hogy levegyék az agrót. Szóval 21-én akkor... ez nem is tudom milyen nap. Kedd talán? Igen, kedd. Hát, ott azon a héten szerintem végigjátsszuk a Hellblade 2-t. Ez 2 hét múlva. És akkor utána nekiugrunk a Stellar Blade-nek. Az egy kicsit nagyobb lélegzetvételű dolog. Azért gondoltam, hogy a Hellblade-ig úgyse játszanánk végig. Főleg az én tempómba. Csak meg kellene őket. De ki lő? Ah. Elvileg kb. 8 óra. Mármint a Hellblade? Meg gondolom nem a Stellar Blade. Az annál hosszabb. Hellblade 2, igen. Itt le tudunk ugrani. Francba ezeket meg kell ölni. Óra. Hát igen, az egy 2-3 stream, én azt mondom. Persze lehetne egy is, de...
Hűha. Szóval nem fogok rohanni. A Hellblade 2-vel se, ott is azért megnézegetjük, meg kielvezzük most. Tényleg az egy nagyon... Az első rész nagyon jó volt. A második is jónak ígérkezik. Jól néz ki, nagyon... miért rohanjunk? Tényleg ki akarom élvezni, mert biztos jó. Aztán ugye mehet párhuzamosan a Stellar Blade az Elden Ringgel. Azt igen. Oké. Nem hátra kéne dodge-olni, hanem oldalra. Csak mert akkor, ha egyfolytában hátra dodge-olunk, akkor bemegyünk a bandába, akiket az előbb kinyírtam. Remember miért vitted ki egy ülésre. Pont befér két étkezés közé. Hát igen. Mondom, ezt a két játékot most nagyon várom. A Stellar Blade-ről sok jót hallok. Nagyjából. Persze vannak érdekes vélemények is, de... Na mindegy, a lényeg, hogy... várom nagyon mindkét végigjátszást. Mert voltak benne rasszista graffitik? Hát igen, az mondjuk nem kéne. De mondjuk meglepő, hogy voltak benne eleve. Tehát, hogy... Na mindegy, annak örülök, hogy kivették. Mindenki remélem egy akkor békére lel. Nem teljesen, de arra utalt. Jó, hát... Értem. Mindegy, én örülök, hogyha ezeket a dolgokat kiveszik. Na, akkor a preparáció kell ide. Elveszik a ruháját is. Jó. Crucible-t utálom. Ha még nem mondtam volna. Jó. Na, és akkor most kéne ugye a fia részre elmennünk. Az ugye ez. Ez a rész. Keressük az utat.
Tudom, hogy fölfele kell menni. De hogy... Hát valószínűleg lentről. Sétadri, mihez lehet kisúrani? Hogy érted, hogy a... Mit akarsz te a hamuzótól? Ej, hát... Ne cigarettázzál. Szintet kellett volna lépni, mi? Ez lenne az a fa? Ez egy fa. Awesome. Hát, igen, nehéz leszokni, de le lehet. Én is leszoktam. Na, és akkor nézzük meg, hogy tudunk-e itt valamit csinálni. És most jönnek majd hárman. Igen, arra emlékeztem, hogy ez nagyon nagyot üt. Semmi baj. Igen, tehát gyengék, meg hát mi erősek vagyunk, főleg ezzel a két staffal, de ők is erősek. Tehát ők is nagyot ütnek, meg hát továbbra is papírból vagyunk, szóval... Glass Cannon, így van, ahogy mondod.
Segítség! Még él. Emen mellette. Ja, oké. Hát, kicsit ilyen Benny Hill volt, de nem baj. Na, mennyi kell? Egy 10-es. De csak hétvégéig. És ott ül a fia. Hogy a székely merre van? Szerintem rádölt a fa. És szilvás buktát. Cső! Ah, there you are. I knew you would come. What is it you intend? To deny us and our ways, like the dogmatic brutes of the Golden Order. I want to be heard, ugye? Mert akkor elmond egy titkot. Hát... nekem a boss kell, meg hát opcionálisan az ending. De erre most nem emlékszem. Guide. A head lesz a quest. Igen, mert a That's Right az az, hogy... hogy azért jöttünk, hogy megöljük. Ugye a I want to be held pedig ugye akkor mondja el, hogy... Na, igen. Guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me? Indeed. Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died, his flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallowbrand has since been recovered at the Round Table Hold. But there is another Hallowbrand. The curse mark of the death. And I must find it before the time comes we receive our Lord. When Godwin died, a Hallowbrand scored his flesh, but another exists. Another mark in the shape of the half-wheel wound of the centipede. And I must find it. Before the time comes we receive our Lord. My hands
will be dirtied once more by the deed, will you still let me hold you, even then? This is the other Hallobrand. How did you... Oh, my utmost thanks. Ranni adta. Vagy hát nem ő adta, hanem Rannitól szereztük meg. Ez Renninek a sebe. Dee éle még? Nem. Az, ő neki meg kell halni, hogy a fia questet tovább tudjuk vinni. Mármint, hogy a melyik díj? A Hunter of Death az ugye a Round Table Hold-ba halt meg. A Beholder of Death az szerintem még nem halt meg. I will soon lay with Godwin, and it will jó már neked? Hunter? Ő meghalt a Round Table Hold-ba, ugye? Fia ölte meg. Ugye? Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. Na, és akkor itt adja az endinget. I will soon to conceive. Brandish my rune. Stay the persecution by becoming. Ugye a... Vagy ezt a Leech Dragon? Tehát a 46 után kapjuk meg, ugye a Mending Rune-t. Ne, nem emlékszem. Na, mindjárt majd kiderül. Azt hiszem kell egy reload. De lehet, hogy nem. Choose to lie with Godwin of my own will, not the remains of one chosen for me, and I will bear who will inherit your warmth too. What greater blessing could there be? A napraforgó fickó adja Mending Rune, de a Death Princess-t. This is goodbye, but I choose to lie with, and I will bear who will inherit. What greater blessing could there be? Na jó, haladjunk. Brother Karinra emlékszem. Na és akkor most tudunk bemenni a Dreambe. De először le kéne vennünk a... ezt. De miért nem vette le? A másikkel? Igen. Mindkettő. Ebből mi lesz? Eddig jó. Semmi baj. Teljesen felkészületlenül vágtunk neki ennek.
Nem is tudom, hogy hogy kéne. Ezt is rockslingezni kéne. Próbálkozunk. Segítség. Ne bassz. Oké. Jó. Szuper. Ezzel is megvolnánk. Fear Champions is megvan. Na és akkor itt a föld alatt még ugye van Mog. Ugye a Vary Quest-es dolgok van, a Putrid Tree Spirit. Meg egy Sanguine Noble. Hát Mogwin Palace. Tish plusz Comet Azur. Hát, nevermind, igen, az sok minden kell. Na és amúgy... Én erre gondoltam. Tehát ez a Mending Rune. Hát fia az F. De én erre a Mending Rune, tehát erre az Endingre gondoltam. Na, azért a végére csak belendült a dolog, még egy szintet tudunk lépni, elköltjük a cuccainkat. Prince of Death, take a good long look. See the wrath of the Golden Order, the Order's justice writ in. De ez a másik D. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. Ez a Beholder of Death, nem? Tehát a tesó. Look at this rotten hole. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. Aki ott vinyogott a... pityergett a... gargoyloknál. This is revenge, you witch. And you, you ghoul. This is the wrath of D. Megnyugodtál, Dee? Hello. Cső. The rotten witch is dead. The Golden Order unsullied. Nem tudom, hogy ezt az első végjátszásban láttuk-e. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Darien, now I have no regrets. Honeyed rays of gold. Deliver my spirit. Darien. Honeyed
Nyomunk egy reloadot. Jó, és itt meg a D-nek a cuccai szerintem. Így van. Ja. Mert ezt ugye odaadtuk a tesójának. Na, lépünk szintet. Remembrance of the Leech Dragon. Ugye egy szót használtunk fel. Hazugrunk, megnézzük, hogy ez mit ad, mert nem emlékszem. És ha nem, akkor szerintem megduplázzuk ezt is, mert közben elvileg az van, hogy csak olyan Remembrance lehet duplázni, ami nem ad Great Rune-t. Tehát olyan bossnak a Remembrance-ét. Incantation. Ráadásul nagyon sok fét kell hozzá, annyi nekünk soha nem lesz. Ja. Közben ugye kiváltottam ezt is. Ja, Queen Robot, mondjuk ez nagyon meglepő, ez van rajtunk. Tizennégyezer szól, és akkor teljes a set. Hát, ha már... Ugye Redance utcait úgyse bírjuk el. Akkor marad a Queen. Jó, akkor elmegyünk megduplázni. Elvileg... Ahol most voltunk... Itt van egy csengő. Leszedjük azt a csengőt, aztán megduplázzuk és megesszük. Ott a csengő. Na már csak azt kéne tudni, ez hogy kell. Ezt kell föntről? Igen, akkor fölmegyünk valahogy. Igen, azon az ágon, csak meg kéne találni, hogy arra az ágra, hogy jutok föl. Bocsi, most itt lehet, hogy fogok keringeni egy kicsit. Megölt a nyilas misi. Jó. Hát akkor Krusitól kell menni. Miért jöttem ide? Hát van ilyen. Mi
Mert ittosan vezetek azért. Na, újra. És akkor megint meg kell ölni. De nem kell, miért kéne megölni? Simán elszadok mellette. Nem tudom, miért komplikálom túl a dolgokat. Aha, oké. Azt sem látom. Nem, nem látom. Vagy, hát még ez is jó lehet. Igen. Csak most ne esek le. Ó, már végeztünk. Ott marad, nem érdekel. What? Akkor mégsem értem, hogy hogy működik. hát igen, melyik adja a legtöbbet, gyorsan ránézek. Azt mondja, hogy remembrance, nagyjából jó is írtam. Itt Radán ad 40 000-et. Ja, Radán ad 40 000-t ezek közül, a többi 30-at, a Queen meg 20-at. Hát akkor. De várjatok, mert viszont, hogyha itt meg lehet ezeket duplázni, akkor lehet, hogy majd a... Vagy a Blasphemous-t kéne. Together. Hát Melinia a végén lesz, ott már nem fogunk szól duplázni. Jó, hagyjuk. Igen, mert a kígyó az közel van. Mármint a következő a kígyó lesz. Úgyhogy akkor nem foglalkozunk vele. Mindegy, érzük. Megint itt rócsoskodik. Szóval ó, és ott van fent a szól. Ó, mindegy, nem megyek vissza érte. Amúgy is csak 18 000. Szóval akkor nem duplázzuk meg. Simán csak így megeszem, és akkor majd a Rijkaard Remembrance-t elhozzuk. Na, elvileg...
Na, álljátok. Matematikus ön. 60 ezer kell egy szinthez, tehát kéne még 3 abból. Ugye? Még ezt egyszerűbb lenne otthon csinálni. Akkor simán csak eladogatom. Igen, azt akarom megnézni, hogy a kicsikből kijön-e úgy, hogy csak 2 kell a nagyból. De szerintem igen. Még több is. Na. Hát ez kéne. Király! És 100-as szintűek vagyunk. Na. Jó, akkor mi van még erre? Csak gyorsan ránézek a listára. Ugye van a Mogwin Palace. Már csak emlékeznék, hogy oda hogy kell menni. Na mindegy. Hát a Mogwin Palace-be ott illetlen mennyiségűt lehet farmolni. Tehát az konkrétan... Igen. Jó, tehát van a Mogwin Palace. De szerintem azt, hát lehet, hogy később csináljuk. Lehet, hogy most Altus Plató következne. Ja. Na, viszont ma itt megállunk, ugyanis nekem van egy kis ütemezett dolgom, úgyhogy innen folytatjuk majd holnap délután.